Az előző év végén újították fel a Szent Miklós teret Nyíregyháza belvárosában. Újra burkolták a területet, új padokat és hulladékgyűjtő szelencéket helyeztek ki. A fejlesztést a város önkormányzata saját forrásból, többek között a korábban begyűjtött adóbevételek fennmaradt összegéből valósította meg. Most újra befizetési kötelezettségük van az adózóknak. Az építményadó és a helyi iparűzési adó előleg első fél évre esedékes összegét kell megtéríteni. Erre már csak néhány napja maradt az egyéni és társas vállalkozásoknak, valamint a magánszemélyeknek. Március 18-áig kell idén befizetni az első fél éves helyi adókat, azért, mert hogy a nemzeti ünnepet követő hosszú hétvége az az első hivatali munkanap, amely az adóbefizetési határidőt érinti. Hogy mely adókat érinti, ez elsősorban ebben az évben is a helyi iparűzési adóelőleget, illetve az építményadónak az első féléves részletét jelenti, és természetesen értesítettük az adózókat azokról az esetleges elmaradásokról, amelyek az adószámláin fennállnak, így hát ez akár még több adónemet is érinthet abban az esetben, hogyha az ügyfélnek tartozása van. Ez lehet akár idegenforgalmi adó, akár talajterhelési díj, akár késedelmi pótlék vagy mulasztási bírság is. Az önkormányzat egészen pontosan 11.505 darab értesítőt küldött ki az elmúlt hetekben, ez főként az idei évben érdemes alaposan megnézni, azon ugyanis már nem a tavalyi számlaszám szerepel. Megváltozott január 1-től az önkormányzat számla vezető pénzintézete, és ennek megfelelően megváltoztak a helyi adó befizetésére szolgáló számlaszámok. Ezek a számlaszámok a napokban kiküldött értesítőkben már szerepelnek, tehát itt megtalálják az adózóink, de megtalálják a honlapunkon is, a városháza.nyiregyháza.hu weboldalon. Rögtön a főoldalon ezek az új befizetési számlaszámok megtalálhatóak. Ez azért is érdekes, mert ugye ha valaki véletlenül rutinból fizet, és a régen beállított régi pénzintézethez utalja el ezt az összeget, akkor ez vissza fog fordulni számára, és az adó nem határidőben fizetettnek minősül. Az aljegyző hozzátette, aki nem téríti meg időben a tételeket, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, ami a jegybanki alapkamat kétszerese. Többszöri felszólítás esetében pedig végrehajtás útján szedik be a kötelezően befizetendő helyi adókat.